Tehát 60 évvel ezelőtt születtem 57-ben. Gyergyószárhegy melletti Güdücön, ahol édesapám erdész volt, és egy nagyon-nagyon idős bábasszony segített a világra, aki megnézze a katolikus naptárt, február 20-án Aladár névnap volt, és azt mondta a szüleimnek, hogy hát ha ezt a nevet elveszik ettől a gyerektől, akkor nem lesz szerencséje. Így lettem Aladár. De amúgy ízig-vérig gyergyócsomafalvi székelynek vallom magam, mert ahogy tudatra ébredtem, ahogy elkezdtem cseperedni, tehát minden gyerekkori emlékem oda kapcsolódik, és minden rokonom ott él. A falu az a Gyergyói medence egyik leghidegebb pontja, sőt, Románia leghidegebb pontja, tehát nagyon-nagyon kemény telek voltak, és emlékszem, hogy tavasszal, mivel sok hó esett télen, nagyon-nagyon-nagyon nagy árvizek, sokszor nem is mentünk iskolába az árvizek miatt. Az elemi iskolás életem vakációi nagyrészt hegyekbe pásztorkodással, erdei gyümölcsök, erdei gombák szedésével, rengeteg sok gyalogtúrával, rengeteg sok erdőjárással teltek el. Nagyon szép, nagyon kalandos és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon emlékezetes volt. Csomafalva nagyon mély nyomokot hagyott bennem, és sehol nem látott csodálatos népszokás van ott jelen. Minden kerek évfordulót, 30, 40, 50, 60 évet betöltött korosztály szervez egy találkozót egy valamelyik nyári hétvégén, és a szentmise után a találkozó résztvevők végig mennek a falu főutcáján, ahol fogadják őket a rokonok, ismerősök, barátok, és megajándékozzák egy szál, egy csokor virággal, megemlékezve, hogy ezt a kerek évfordulót is hál' Istennek betöltötte. Ahogy az elemi iskolát befejeztem Csomafalván, utána kellett néznünk, hogy hol van olyan esti iskola, ahol nem kellett fizetni, mert hát az akkori anyagi helyzet a szüleimnek nem tette lehetővé, hogy olyan iskolába menjek, ahol fizetni kellett. Ezért Székelyudvarhelyre mentem, egy esti szakmaiskolába, ahol a géplakatos szakmát tanultam ki. A szakiskola után egy szakmai liceumot is elvégeztem estibe, fémforgácsolóként, és a gépgyárban igyekeztem minden gépe, minden szakmába rutint szerezni, tehát heggesztéstől fémforgácsolásig gyakorlatilag minden gépen hónapokat dolgoztam, ami nagyon jót tett a szakmai fejlődésemnek. Hát Udvar egy csodálatos székelyváros, most is a legtisztább székelyvárosnak vallom, ugyanis zsákvasút, tehát nem megy keresztül vasút rajta, ezért megmaradt nagy tisztaságú székelyvárosnak. Nagyon-nagyon-nagyon szép volt ott az ifjúkori élet. A megyei idegenvezetők elnökeként minden hónapban volt szerencsém legalább 3 kiránduláson részt venni. Ez úgy oszlott meg, hogy ebből 2 belföldön, 1 külföldön, vagy 2 külföldön, 1 belföldön. Nagyon-nagyon élménydús kirándulások voltak, és emellett folyamatosan tanítottam úszni, meg a gépgyár legénylakásában én voltam a lakóbizottsági elnök, ahol színdarabokat tanítottam be, versenyeket szerveztem, színessé tettem az ifjúság életét. Udvarhelyen meg nagyon nagy hagyományai vannak a székelykapufaragásnak, kopjafafaragásnak, és fémiparosként kapcsolatba kerültem egy ilyen faragó műhellyel, akiknek szerszámokat készítettem, de
megjött a kedvem a faragáshoz, és elkezdtem különböző használati tárgyakat, díszített bútorokat, apróságokat faragni, és annyira megszerettem, annyira beleépült az életembe, annyira része lett a mindennapjaimnak, hogy ez végig kísért az egész mostani életemig. 28 éves koromban ősültem meg Udvarhelyen, és rögtön meg is született egymástól egy év távolságban két fiam, Szabolcs és Hunor. Azért választottuk ezeket a neveket, mert ezeket nagyon nehéz románra lefordítani, de még kiejteni is nem egy egyszerű dolog egy románnak a Szabolcs nevet. Aztán én ezt már 14 éves koromban elhatároztam otthon, hogy az én gyerekeim nem fognak Ceausescu-ódákat tanulni, és amikor a gyerekeim egy, illetve két évesek lettek, akkor kiutaztam Magyarországra, és itt maradtam úgy 3 hónapot, hogy közben orvosi igazolásokkal bizonyítottam, hogy beteg vagyok, és azért nem tudok hazamenni. 3 hónap elteltével aztán végleg elhatároztam, hogy nem megyek haza, kihozom a családot is ide. Magyarországon elég kalandosan indult az életem, akkor a szívem csücske a faragás volt, és úgy képzeltem el a további életet, a megélhetést, hogy egy fafaragó csoportot itt létrehozok, és talán abból meg tudjuk teremteni az egzisztenciánkat. Ez működött is, abban az időben, 88-ban nagyon sok székely fafaragó kijött, az Alagi Majorban támogatókra, mecénásokra találtunk, és létrehoztunk egy egész jó kis székely fafaragó csapatot, akikkel próbálkoztunk, ügyeskedtünk, de aztán értékesítési nehézségek miatt ez úgy abba maradt. Én egy ismerős révén a Pasaréti téren a Panda Hotel építkezéséhez kerültem át, ahol a belső építészetet vállaltam, és az étterem faragott bútorokkal való berendezése volt az én feladatom. Életemben akkor foglalkoztam így építészettel, de körülbelül 2 hónap után rám bízták, hogy a külső építészet vezetését, a kőműves munkákat, burkolatokat, ezt is vegyem a szárnyam alá, mert hogy hát ügyes vagyok, meg a belső építészet az nagyon jól megy, ellentétben a szerkezetkész építészettel. Belementem, és ezt nem bántam meg, mert nagyon sok mindent megtanultam az építészetről, aminek a mai napig használt veszem. Hát a Pasaréti Hotelt befejeztük, és akkor ott maradt 25 székely munkanélkül, akik addig a kezem alatt dolgoztak, és akkor szétnéztem, hogy az építőiparban hol lehet egy kis szeretet hasítani. És a 15. kerület evangélikus egyházánál épp akkor került sor egy parókia építésére, amit makkovecék terveztek, és akkor azt mi elvállaltuk megfelelő műszaki vezetéssel, ellenőrzéssel. Ez annyira jó sikerült, hogy külföldi zsűritől kiváló minősítést kapott, és akkor úgy attól az építkezéstől úgy szárnyakat kaptunk. 10-valahány évet töltöttem el az építőiparba, ami egy ilyen örökmozgó, nyughatatlan lélek vagyok. Állandóan érdekelnek az új dolgok. Az építés közben rákerekedett a szemem az addig számomra ismeretlen ólomüvegezésre, Tiffany lámpakészítésre, és elkezdtem érdeklődni, hogy hol lehet ezt megtanulni. Nagyon sok helyen betonfalakba ütköztem, nem akarták megmutatni, nem akarták átadni ezt a tudást. Aztán Csepelen sikerült találnom egy olyan házaspárt, akik ezt oktatták, és az alapismereteket megszereztem, és nagy szeretettel vágtam bele ebbe az új
alkotó tevékenységbe, amit aztán menet közben a feleségem teljesen átvett. Ahogy kijöttem ide, egy évre rá tudtam a családot elintézni, hogy kijöjjenek, és ez is roppant nehezen ment, mert nem akarták elengedni, de jó kapcsolataim voltak az amerikai meg angol követségen a kulturális meg kereskedelmi attaséval. Ők kimentek december 5-én egy egynapos látogatásra Székelyudvarhelyre, meglátogatták a családomat, és másnap 6-án már a körzeti megbízott vitte a papírt, hogy az önök kérése jóváhagyásra került. Hát az a házasságom nem bizonyult tartósnak, 7 évet tudtunk együtt élni azzal a feleséggel, azoknak a gyerekeimnek az anyjával, és 7 év után elváltunk, rá egy évre itt újra nősültem, egy aranyos kis székely menyecske lett a feleségem, aki szintén szült 2 csodálatos fiúgyermeket, ők Aladár és Attila, akik most kisiskolások. Én egy nagyon-nagyon gazdag embernek érzem magam, mert van 4 csodálatos ügyes fiam, akik közül az egyik átvette teljesen azt, amit én mostanig végeztem. Van, akire ráhagyjam azt a tevékenységet, amit eddig összehoztam, megalkottam, és amiben eddig jól éreztem magam. Tehát az életemet egy folyamatos változás jellemezte, úgy általában 4 éves periódusokra tudtam lebontani. Az építőiparból úgy szálltam ki, hogy vérnyomásom elkezdett hektikusan változni, ugrálni ide-oda, és 48 óra alatt felszámoltam a 2 céget, meg kiszálltam ebből az iparból, és rögtön azonnal beiratkoztam egy ilyen rendszergazda és befejlesztő 2 éves iskolába, ami akkor engem nagyon érdekelt, különösen az a része, hogy tudjak weboldalakat létrehozni, és azokat tudjam úgy keresni, optimalizálni, hogy adott kurzusra elsők legyenek, amit hál' Istennek olyan szinten kitanultam, hogy nagyon sok weboldalat készítettem, és az összes tevékenységi körömben minden kurzusra a legelső vagyok. A faragás az végig kísérte az életemet, és igyekeztem, ha érdeklődő ember jelentkezett, hogy tovább is adjam, tudva azt, hogy egyre kevesebben vagyunk, akik ezt át tudjuk adni, és egyre kevesebben vagyunk, akik ezt át is szeretnék adni. Tehát a kopjafafaragást, és hát a székely népi fafaragást, a székely kapu motivumokat, az égfaragást, a bicskafaragást, azt nagyon sok embernek megtanítottam. De nagyon sokszor felmerült az a jogos igény, hogy hát igen, itt most nagyon jó szerszámokkal dolgoznak, de ehhez hasonlókat, közel hasonlókat sem lehet kapni semmilyen üzletbe, semmilyen barkácsboltba, hogyan tovább. És akkor egy nap megígértem a tanulóknak, hogy kérek 3 hónapot, és mindenki hozzájuthat általam készített szerszámokhoz. Így indultam el a faragó szerszám készítő utamon, ami egy nagyon jó döntés volt, mert amióta jó, megfelelő, ergonomikus szerszámokat készítettem, azóta meghatványozódott a tanulóknak a száma. A mostani időm nagy részét a faragószerszámok és a kopjafák faragása tölti ki, és nagyon fontos rész jut az oktatásra, tehát 10 éves kortól 70 éves korig minden hétvégén tanulók vannak itt a Székely Faragóházba, aminek a mennyezete is ki van faragva, és olyan igazi Székely Faragóház hangulata van. We'll be right back.